A judó edzéshez melegítenek be a honvédelmi tábor általános iskolás résztvevői. 27 gyermek vesz részt a hét programjain, melynek központi helyszíne a néhány hónapja átadott újfehértói honvédelmi sportközpont. A fiatalokra a Magyar Honvédség második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred, 5. Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj katonái felügyelnek. Fiúk és lányok egyaránt jelentkeztek a táborba, melynek egyik szerves része a lövészet elsajátítása. Enikő számára azért is volt egyértelmű, hogy részt vesz a hét programjain, mert szeptembertől a debreceni Kratovil Károly Honvéd középiskolában kezdi meg tanulmányait. Nagyon jól érzem magam, nagyon jó a társaság, kedvesek a katonák, itt fegyelem van, tisztelet. Reggel felkelünk 6 órakor, reggeli testneveléssel kezdjük, bemelegítünk, nyújtunk, futunk egy kicsit, aztán reggeli, azután judózni jövünk, és lövészettel felváltva mindig. Délben étkezünk, délutánonként már mindig más programok vannak. A 12 éves Zsombor szinte megállás nélkül gyakorol, a lövészet tetszik neki leginkább a tábor programjai közül. Nagyon jól érzem magam, igazából nagyon extrémek a napok, tehát hogy sok mindent szoktunk csinálni, például lövészet, judó, meg mikor más, és nekem a lövészet a kedvencem igazából. A nyári honvédelmi táboroknak ez már a 3. turnusa, a 4 hét során csak nem 100 gyermeket vonnak be a programokba. Az első 2 turnus résztvevőit június 2. felében Baján szállásolták el. Baján, ugye a fő tematikánk a lovas tábor volt, a lovas foglalkozások, az minden nap megjelent a tematikában, illetve ott délutánonként változó programok, a honvédséghez köthető programok voltak, inkább akadálypálya, vagy ilyen éjszakai menet, túrázás voltak ezek a fő programok, illetve egészségügyi foglalkozásokon is részt vettek, újraélesztés, különböző fogásait tanulhatták meg a gyerekek, amik a visszajelzések szerint az egyik legjobban élvezhető, illetve a legtöbb tudást kaphatták meg a gyerekek ezeken a foglalkozásokon. Az újfehértói táborban még inkább előtérbe kerül a sport, az éjszakákat pedig puritán körülmények között kell átvészelni. Jellemzően 7 és 8 személyes sátrakban alszanak a fiatalok, amelyek rendjét minden reggel leellenőrzik a zászlóalj katonái. Itt a sportkomplexum udvarán vannak elszállásolva, és itt ebbe a rendezvény sátorban van az étkezés, illetve amit még tud adni nekünk a sportkomplexum, ugye ez a honvédelmi sportközpont. Itt van egy akadálypályájuk, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Azon volt például tegnap versenyünk rajta. Nagyon szerették, ezen kívül az íjászatot is kipróbálhatják, illetve innen is van, hogy átmegyünk nagyszállásra, illetve nyírtelekre, laktanya látogatásra, illetve az airsoft pályára, szituációs pályán gyakorolni a sportlövészet, illetve a honvédelmi lövészet különbségeit. A honvédelmi táborok utolsó turnusát jövő héten rendezik. Annak helyszíne újra az újfehértói honvédelmi sportközpont lesz, az általános iskolásokat hétfőtől középiskoláskorú fiatalok váltják.